mindenek előtt gratulálok a Magyar Kupa győzelemhez. Azért volt egy kis idő ünnepelni, mert nagyon gyorsan kellett idejönni az edzőtáborba. Igen, nagyon szépen köszönjük. Hát nem gondoltuk volna, hogy sikeresen vesszük ezt az újabb kihívást, de nagyon jól esett szezon végére, és hát örültünk, hogy ilyen jó csapatok ellen tudtunk küzdeni, úgyhogy tényleg nagyon boldog volt a stáb, és a játékosok is tényleg szívüket, lelküket kitették, úgyhogy mindent megtettünk, úgyhogy örültünk neki, de hát nem állt meg az élet, ugye, és majd tűnünk a válogatottba, és örülök, hogy újra együtt lehetek a volt csapattársakban, és egy nagyon pozitív, jó közegben. Másfél hete készültek már együtt, mi volt a fókuszban itt az edzéseken? Hát nagyon sok minden, azért szerintem azért nagyon nagy változás történt most a szisztémában, úgyhogy a kihozataloktól kezdve a letámadáson át mindenféle variációt átvettünk, és hát próbáltuk átvenni az alatt a másfél hét alatt, amíg itt voltunk. Úgyhogy jó lesz égre ezeket tényleg élesbe kipróbálni a meccseken. Igazából minden, a támadó harmad, semleges harmad, védekező harmad, emberelőny, emberhátrány, akkor a kihozataloknál, hogy álljunk föl. Ugye új gyakorlatot is, vagy játékelemet is átvettünk, ezt az 1-3-1-et. Sokat videóztunk, meg hajtos pörgős edzések voltak, de csak napi egy, úgyhogy pihenésre is van ide, úgyhogy nagyon jól össze lett rakva a program. Ugye, amit a Sean Simpson, a szövetségi kapitány, mert többször volt válogatott összetartás, de ugye ti a Fehérvárból nem tudtad ott csatlakozni. Milyenek az első benyomások az új kapitányról? Nekem pozitívak a benyomásaim, én azt gondolom, hogy nagyon pörgős edzéseket tart, és gyakorlatilag meccs tempó van egy-egy gyakorlatnál, ami szerintem ki fog fizetődni a végén. Emellett látszik, hogy óriási rutinnal rendelkezik, úgyhogy mindenképpen fogunk tőle tudni tanulni. Az én személyes véleményem, de szerintem a többieké is, hogy egy nagyon pozitív karakterű ember, hatalmas tudással, és mindenkinek segít egyénileg, és emberként kezel minket, tehát fölhívágatott előtt, ha bekerülsz a keretbe, ha nem, úgyhogy ennek az ember tényleg csak körül, és tényleg mindent megtesz azért, hogy ott lehessen a papírján. Nincs sajnos idén világbajnokság, és már az olimpiai selejtezőre készültök. Mennyire lehet az hátrány, hogy ti nem tudtok éles meccseket játszani, miközben mondjuk a lettek meg az olaszok elvileg egy átcsoportos VB-n fognak meccs szerepelni? Hát szerintem az nincsen kihatása az augusztusi mérkőzésekre, mert akkor utána ugyanúgy mindenki elmegy a nyári szünetre. Tehát alapvetően ez nem nagy kihatása van rá. Talán annyi, hogy ha ugyanaz a szövetségi kapitány, akkor már egy kicsit többet tudnak gyakorolni élesben is. Talán ez az, ami egy picivel talán előrébb fognak járni. Emellett pedig azt gondolom, hogy még a legfontosabb az ott az augusztusi edzőtábor lesz, és az augusztusban történő felkészülés a három mérkőzésre. Igen, ebből a szempontból ugye ez nem lesz egyszerű. Annak azért örülünk, hogy így a Covid ellenére ugye azért voltak bajnokságok, amiket végig lehetett játszani, a rájátszásba lehetett fejezni, úgyhogy ez egy nagy plusz. Most így ezután, a hét után sok helyen van, ahol csak április végéig van jég, úgyhogy nehéz lesz készülni, de majd valahogy igyekszünk ezt a helyzetet megoldani. Ugye ez is egy újabb kihívás, de szeretnénk céltudatosan és határozottan beleállni a selejtező tornára. Most azért két erős ellenféllel találkoztok itt a napokban, először az osztrákokkal, aztán a belorusszokkal. Mit vársz ettől a két mérkőzéstől? Hát az osztrákok az relatív azért fiatal csapattal érkeznek. Én azt gondolom, hogy ebből kifolyólag azért nagy tempót fognak tudni diktálni, de hát emellett mi azért szeretnénk megmutatni, hogy mi az a játékerő, amit mi képviselünk. Úgyhogy talán ez egy kicsivel gyengébb ellenfél, hogyha lehet így fogalmazni. A belorusz pedig, ha jól tudom, akkor éles kerettel jön az átcsoportos világbajnokságra készülve, úgyhogy az egy kicsit komolyabb megméretetés ez, de hangsúlyozom, hogy egyik csapatot sem így mérlegeljük, tehát mi igazából saját játékunkra próbálunk meg koncentrálni, és amit itt a másfél hét alatt tanultunk, azokat átvinni a mérkőzésbe. Nem volt videó anyagunk róluk, de igazából nem is foglalkoztunk ezzel, tudjuk jó, hogy nagyon jó játékerőt képviselnek, úgyhogy ez tiszta sör. Mi örülünk, hogy ellenük mérkőzhetünk, és tényleg lelkiismeretesen és keményen készültünk a héten, hogy miért ellenfelei legyünk az ellenfeleknek, és majd a jég lesz. Így az elmúlt hónapokban hozzászoktatok már, hogy nincsenek nézők, de látom. Hozzászoktunk, de azért nem egyszerű, tehát most egy kicsit más a sportág így a szurkolók nélkül.
Én azt gondolom, hogy most már ugye a játékosok többsége hozzászokott, de nem érezzük magunkat annyira komfortosan, mint hogyha itt lennének hazai szurkolóink.